túloldalon Góra, bent Csibi, jön be a labda, és ó, hát ez mi volt? Öngól! Jó volt a beadás, de nem kifelé fejelte Nagy Barnabás, hanem a saját kapuja felé, amivel meglepte minden csapattársát, és leginkább a kapust, Németh Botondot. Góra, jó labdát kap. Góra, ez is jó, és a gólhelyzet, és a gól! Megvan a második, Timári Norman, kiváló labdát kapott a jobb szélen elfutó Góra Márktól, és nagyon-nagyon jól érkezett. Timári Norman találatával tehát 2-0-ra vezet a második félidő elején a Puskás Akadémia Agárdon az MTK ellen. Gréci gyorsíthat rá és viszi rá a védelmünkre a labdát, ez így veszélyes. És a gólhelyzet, és szép itt az MTK, Gréci. Nem vettük talán komolyan ott Németh Ádámot, vissza tudta még passzolni. És Gréci Márton szépít, ezzel 2-1. Figyelni kell nagyon, mert ez a meccs még korán sem lefutott. Nagy Zsombor. Lassan lövőhelyzet, pap, lövés, és bemegy. Elment a lábak között, és Ásványi nem ért oda. A jobb alsóba bemegy tehát. Na nézzük. Mezei, Ásványi beleér, de nem tudja kiütni. 3-2-re vezet az MTK. 0-2-ről fordítva. Hihetetlen. 3-2-es MTK vezetésnél Daróczi szöglete. Jól jön be Tóth, és 3-3. Tóth Attila. Nagyon jól jött be Daróczi szöglete. És Tóth Attila befejeli az egyenlítő gólt. 3-3, micsoda fordulatos kis meccs ez. Teljesen üresen maradt Tóth Attila. És a szöglet után 3-3.